A számos áldozatot követelő nagyszabású orosz rakétatámadás miatt augusztus 19-ét Harkivban gyásznapán nyilvánították, jelentette be Ihor Tyerehov polgármester a Nemzeti Telemaraton adásában. Ez volt Harkiv legtragikusabb éjszakája és reggele a háború kezdete óta, ezért azt a határozatot hoztuk, hogy augusztus 19-én Harkivban gyásznapot hirdetünk az áldozatok emlékére, közölte a polgármester. Ezen a napon a helyi önkormányzatok, vállalatok, intézmények és szervezetek épületein félárbócra engedik az állami zászlót és Harkiv lobogóját. Az augusztus 17-18-ai rakétatámadásokban 19-en meghaltak, 42-en különböző sérüléseket szenvedtek, számolt be Volodimir Timoska, a Nemzeti Rendőrség Harkivi főosztályának vezetője.